klímaváltozás, kreatív turizmus és bor. Nemesnád udvaron folytatódott a magyar-szerb együttműködés. Idősek városi születi bálja. Idén is nagy érdeklődés övezte az őszi rendezvényt. Megvan az első győzelem. Pályán a Súgovica Sportiskola eserőpisei. Kedves nézőink, október 21-e hétfő van. Köszöntöm Önöket itt a Bajai Televízióban. A híradóval jelentkezünk. A szerb partnerek után Magyarországon először Nemesnád udvaron rendezték meg a kistermelői mintafarmok fejlesztésére fókuszáló workshop sorozat eseményét. Az Interreg IPA Magyarország-Szerbia program keretében az Európai Unió társfinanszírozásával működő projekt 4 partner, 2 magyar és 2 szerb szervezet összefogásával valósult meg, amelynek célja, hogy olyan új technológiai, piaci és társadalmi megoldásokat biztosítson a kistermelők számára, amelyek lehetővé teszik számukra például a klímaváltozáshoz történő hatékonyabb alkalmazkodást. Mintegy 3 hónapja zajlik az Interreg határon átnyúló magyar-szerb program Árkád projektje a Közép-Dunamenti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Vezetésével és a kisléptékű termékelőállítók és szolgáltatók országos érdekképviseletének egyesületének, illetve a Zentai Kertészek Egyesületének és az Újvidéki Üzleti Akadémia Egyetem közreműködésével. A több mint 323 ezer eurós Európai Uniós társfinanszírozású együttműködés első magyar helyszínén, Nemesnád udvaron a kistermelőknek és a kiválasztott mintagazdaságnak tartottak nyílt napot, amelyet az előadások mellett bemutatóval és helyi termékekkel színesítettek a szervezők. Ma itt minden a borról szól, minden, ami a bor, és nagyon pozitívan fogadták. Nagyon sok, számomra is meglepő, hogy milyen sok kistermelő eljött, és érdeklődve hallgatta a szakmai előadásokat. A mai nap fókuszában a falusi vendégasztal és az agroturizmus volt. Az eseményen elhangzott. Több alternatív megoldási lehetőségre van szüksége a kistermelőknek, hiszen számos olyan klímaváltozással kapcsolatos jelenséggel néznek szembe az érintettek, amellyel eddig nem találkoztak. A határ mindkét oldalán, Bács-Kiskun vármegyében és a délvidéken egyaránt erősen él még a kistermelői kultúra. Sokan gazdálkodnak 3 hektáros vagy annál kisebb területen, nyilatkozta híradónknak dr. Kujáni Katalin, a Kislépték Egyesület elnöke. És még nagyon jellemző az, hogy sok mindent csinálnak a termelők. Még megvan az a táji tudás, az a régi hagyomány, amit ők visznek. És ebbe szeretnénk belekapaszkodni, hogy a régi, hagyományos, gasztronómiai, táji, termelői, agrárörökségünket megtartva, hogyan lehet új módszereket, alternatív megoldásokat behozni. Ugye az újszerű klímaváltozással szemben, amik itt vannak, mint tünetek, és meg kell neki felelni. A projekt keretében első lépésként a digitális kézi eszközök vagy agrometeorológiai műszerek alkalmazását is népszerűsítették a mintafarmok segítségével. Továbbá szó esett a környezettudatos ültetvények, így például a madárbarát szőlőskertek kialakításáról, de az élménygazdaság és a kreatív turizmus fogalmát is igyekeznek közelebb hozni a termelőkhöz. Igazából ez a korosztály az, aki még emlékszik a nagyszülei tudására, hétköznapi gyakorlatára. A tapasztalataink szerint ezt kellene megmutatni a mai világban a fiataloknak, hogy a nagyszüleink ezt hogy csinálták, hogyan lehet ezt környezettudatos módon, okosan, a természetet bevonva, illetve a környékünkön élő, hozzánk kapcsolható helyi termelők eseményeit, termékeit összekapcsolva komplex programokat kínálni az ide látogató vendégeknek. Október 22-én Kecelen Csonka Miklós családi gazdasága ad otthont a következő rendezvénynek, ahol a permakultúráról és a kerttervezésről tudhatnak meg többet az érintettek. Az eseményről és a projektről nézőinknek egy bővebb riport keretében is beszámolunk majd novemberi Zöld úton című magazinunkban. A Bajai Halászlépőző Fesztivál jövője olyan kérdés, amelyet minél előbb tisztáznunk kell, fogalmazott vasárnapi bejegyzésében dr. Bari Bernadett polgármester a legnagyobb közösségi oldalon. A fesztivál teljes körű megszervezésének jogát az előző városvezetés a 2024-es és a 25-ös évekre egy vállalkozónak adta át, amely sokak nem tetszését váltotta ki.
A helyzetre a megoldást a bajaiakkal közösen szeretné keresni az ügyben a városvezetés, így az idei szervezés kapcsán lakossági fórumot hirdettek meg a Music Production Kft.-vel egyeztetve. A helyieket október 29-én kedden délután 5 órára várják a polgármesteri hivatal dísztermébe, ahol bárki elmondhatja a véleményét, tapasztalatát, kérését vagy javaslatát. Ez a kérdés sokunknak szívügye, bízom benne, hogy eredményes tanácskozást tudunk majd folytatni, áll a polgármester közleményében. Október 21-e hétfő estétől ismét lezárják a Bajai Szent Rókus Kórház melletti víztorony területét. A parkolóban azonban most csak részleges lezárásra kell számítaniuk a bajaiaknak, ugyanis a Bajavíz Kft.-hez tartozó téren karbantartási munkálatokat végeznek majd a szakemberek. A lezárás várhatóan 8 hétig tart majd, így a tervek szerint decemberben a területen már ismét a megszokott módon parkolhatnak az autósok. Tájékoztatta híradónkat Baja város üzemeltetési ügyekért felelős tanácsnoka. A Bajai Vízmű Kft. Ügyvezető igazgatója Derekas László felhívta a figyelmem arra, hogy itt a Pokorni utcában lévő víztoronynál, ahol most jelenleg is állunk, itt a függőleges részben belső munkálatokat fognak végezni. Ez várhatóan 8 hétig fog tartani, ez körülbelül 2 hónap. Igazából nem arra kell gondolni, hogy az egész parkolót lezárják, hanem csak ennek bizonyos részét, csak annyi, amennyi szükséges itt a munkák elvégzéséhez. Egyébként a lezárásnak a részei az lehet, hogy későbbiekben változnak, hogy most ez a cikkely lesz, később pedig az, ezt még egyelőre nem tudják. Viszont az fontos elmondani, hogy ez, ahol most állunk, ez a vízmű területe, és igazából úgymond jó fejségből engednek ide parkolni, hiszen ez egy vízműi terület. Viszont ez a parkoló nagyon fontos a kórházba érkezők, a látogatók, a betegek és mindenki számára. Arra, mint a körzet önkormányzati képviselője felhívnám a figyelmet, hogy vannak más opcionális parkolók. Itt az Apród, Mező és Vasvári Pál utca sarkán van egy 6 fős parkoló, ahova be tudnak állni. Ott akkor később van itt a mosoda mögött is, vannak olyan helyek, ahova szintén parkolni tudnak, illetve lejjebb kialakításra került egy ideiglenes parkoló, ami a mentőállomástól a Livoda irányába jobb oldal található. Én kérek szépen sok türelmet az itt élőknek, illetve nem csak az itt élőknek, hanem a kórházba érkező betegeknek és látogatóktól egyaránt. Én úgy gondolom, hogy kibírjuk ezt a 8 hetet, és utána mindenki újra használhatja a parkoló teljes részét. A Bajai Városi Piac vezetője Mészáros István a közösségi oldalon tájékoztatott arról, hogy a vásárlók és az árusok kérését tiszteletben tartva a nemzeti ünnepen, október 23-án szerdán rendes piaci nyitvatartás szerint várják a vevőket. Továbbá értesítik a piac közönségét, hogy a csarnokban eddig rendelkezésre álló ATM-et a tulajdonos bank felszámolta. A piac vezetősége több pénzintézettel is tárgyal, így rövid időn belül szeretnék újra biztosítani a készpénzfelvétel lehetőségét. Őszi mulatságra várta az időseket a Bácskai Művelődési Központ. A születi bált hagyományosan minden évben megrendezi az intézmény, idén pedig kifejezetten nagy érdeklődés övezte azt. A szeniorokra nem csak ilyenkor gondolnak, Farsangi, Pünkösdi és Erzsébet Katalin bálba is invitálják őket. Nyitótánccal kezdődött az idei születi bál október 18-án. A standard és latin-amerikai tánccsokrot Kozma Ildikó és Hilbert Gyula adta elő, akik többek között rumbát, szambát, tangót és bécsi keringőt is bemutattak. A pár története a 70-es években kezdődött. Habár akkor elváltak útjaik, 45 év után újra találkoztak, a tánc pedig ennyi idő elteltével is közös szenvedélyük maradt. Nagyon szerettünk valamikor is táncolni, és most ide nyugdíjas korunkra, mert nyugdíjasok vagyunk mind a ketten, felelevenítettük tánctudásunkat, és ez minden szabadidőnket ezzel töltenék, hogyha lehetne. Szívesen sokat jelent. Érzelmileg is, egészen földob bennünket, amikor táncolunk. Ez valami elmondhatatlan érzés. Csubákné Besosek Andrea, Baja alpolgármestere úgy véli, nagyon fontos a közösség, az időseknek pedig jót tesz a kimozdulás. A közösség fontos, teljesen mindegy, hogy hány éves az ember. Ki kell mozdulni a 4 fal közül, és együtt kell lenni, örülni kell egymásnak, az életnek, és teljesen mindegy, hogy 96 éves az ember, vagy 10 éves. És itt, mint látjuk, azért sok boldog arcot látunk,
önfeledtek, beszélgetnek, és szerintem hamarosan táncra is perdül mindenki. A szórakozás nagyon fontos ennek a korosztálynak, ők pedig jobban ragaszkodnak a személyes találkozáshoz, mint a virtuális csevegéshez, ezért gyakran szerveznek programokat a szenioroknak. Mondta el híradónknak Papp Kata, a Bácskai Művelődési Központ munkatársa. A turisztikai központban több mint 210 fő vett részt a szüreti mulatságon. Év elején van az Varsongi bálunk, aztán Pünkösdi bál, illetve ugye a szüreti bál, és november 29-én lesz az Erzsébet Katalin bálunk, szintén itt a turisztikai központban. Az intézmény a jövő évi programnaptárban is igyekszik majd minél több rendezvénnyel és előadással kedveskedni a szépkorúaknak. Baja megyei jogú városi jegyzője dr. Papp Zoltán közleményben értesíti a bajaiakat és a nyilvántartásba vett méhészeket, hogy október 22-én kedden délután 6 és este 11 óra között rossz időjárás esetén október 23-án ugyanebben az időpontban földi kémiai szúnyoggyérítés lesz, amely kizárólag Dunafürdőt, a méhészfoki üdülőterületet, a Herceggödröt, a Petőfi-szigetet, valamint a Nagy Pandúr-szigetet érinti. Jótékonysági táncházba várják a délszláv zene kedvelőit a Bácskai Tambúra Zenekar, a Sugovica Tánckör Kulturális Egyesület és a Bácskai Művelődési Központ közös szervezésében. Az est bevételét Bende Erhard családjának ajánlották fel, ugyanis a Tambúra Zenekar vezetője szeptember elején szívinfarktust kapott, jelenleg is az intenzív osztályon ápolják. A jótékonysági esten köszöntőt mond dr. Bari Bernadett polgármester, a fellépők között pedig Orcsik Darinka és Markó Krizanovics neve is szerepel. A Vasgóti Ribár József a 90-es évek elején a környékben mintegy 30 gyereket verbuvált össze, így indult útjára a Bácska Tambura Zenekar. 1992-ben már a Bács-Kiskun megyei nemzetiségi hagyományőrző gyermek- és ifjúsági fesztiválról elhozták az első díjat, ami egy balatoni üdüléssel járt együtt. A Bende testvérek azóta is elhivatottan zenélnek. A tánctanítás és a csoportok kísérése az elmúlt 3 évtizedben a mindennapjaik részévé vált. Szeptember elején azonban nagy törés történt az életükben, ugyanis a zenekar vezetője, Erhard, szívinfarktust kapott. Sokáig volt oxigénhiányos állapotban, jelenleg is a bajai intenzív osztályon ápolják. A Sugovica Tánckör kezdeményezésére novemberben jótékonysági táncházat szerveznek, amelynek bevételéből a családot támogatják. Ennek részleteiről ikertestvére Edmund számolt be híradónknak. Az országból én felkerestem azokat a zenész kollégákat, zenekarokat, akikkel eddig együtt is zenéltem, meg ismerjük egymást, hogy a környékből a helyi Csabár zenekar lesz, ugye Bajáról, Tökölről a Kóló zenekar, Halász László vezetésével, aztán az Ebavna Industriájú Dusnokról jönnek, és még mi leszünk, a Bácska Tambora zenekar, valamint Szerbiából jön egy Márko Krizsánovics nevű énekes, és Orcsik Darinka pedig Herceg Szántói. Nagyon jó ismerősünk szintén, ugye neki volt egy koncertje itt Baján, és ő is vállalta, hogy fellép velünk, és még egy pár zenész, vendégzenészek, ismerőseink, zenész haverjaink, akikkel régen is zenéltünk, mai napig is szoktunk sokszor, még ők is hát így megjelennek, így segítenek ebben, és nagyon sokan így hál' Istennek, és nagyon-nagyon köszönöm, és nagyon örülök ennek, hogy ennyire így összefognak, mert ennek igenis én is látom értelmét, és keresem a lehetőségeket, megmondom őszintén. A november 8-ai táncházra 2000 forintos támogatói belépőjegyet szednek. A helyszínen adománygyűjtő dobozt is kihelyeznek, de a családnak közvetlenül is lehet utalni. A jótékonysági rendezvény egy táncház sorozat első állomása lesz a Bácskai Művelődési Központban. Én szervezem a Nemzetek Tánca sorozatunkat, és tervem volt az, hogy a téli, őszi-téli, tavaszi időszakban is legyenek táncházak. És ugye Szigetcsán Józsival egyeztettem már erről a programsorozatról, és akkor az ő ötlete alapján, hogy akkor álljunk a kezdeményezés mellé, és hogy Erhardért egy jótékonysági táncházat szervezzünk, ami tulajdonképpen ennek a táncház sorozatnak az első alkalma is lesz. A beltéri táncházakat havonta kétszer tartanák meg, amelyek stílusra és nemzetiségre való tekintettel is színes esteket jelentenek.
A 2024-25-ös szezonban először lépett pályára hazai környezetben a Sugovica Sportiskola ESE U20-as röplabda csapata. Deli Pálinkás Anikó tanítványaira 3 mérkőzés várt szombaton, amelyből egyet győzelemmel teljesítettek. Az idei szezonban csak U20-as korosztályt indított a bajnokságban a Sugovica Sportiskola ESE. A tavalyhoz képest annyi változással, hogy ezúttal a harmadosztályba neveztek, az U17-es korosztályból kiöregedett játékosokkal kiegészülve. Az első két fordulóban nem termett sok babér Deli Pálinkás Anikó csapatának, akik az elmúlt hétvégén hazai pályán javíthattak. Szombaton 3 mérkőzés várt a lányokra, akik első találkozójukon nagyot küzdve 2-1-re legyőzték taksonyi ellenfelüket. A találkozót követően az edző értékelte a látottakat. Az játékelemekben, amiket kértem, azokat meg tudták most csinálni. Odafigyeltek, koncentráltak, látszott rajtuk, hogy tényleg átnéznek a pálya túloldalára, megnézik, hogy hova rakhatják a labdát, hallgattak arra, hogy hol van lyuk, mit tanácsoltam nekik, hogy hova helyezzék, és amikor ez megvolt, akkor sikerült is pontot szerezni. Mert önmagában így a mentések, meg a játék az nagyon jó volt, csak sokszor nem mi szereztük a végén a pontot. Úgyhogy amikor odafigyeltek a támadásra is, akkor meg lett. A csapat egyik húzó embere Dardos Detti volt, aki elmondta, hogy a mérkőzés közepére kicsit szétesett fejben a csapat. Ekkor jöttek jól az edző tanácsai, így összeszedték magukat és fordítani tudtak. Hát igazán van az, hogy biztosítsuk a többieket, figyeljünk a másikra, menjünk a labdáért, nincs elveszett labda, tehát csináljuk azt, amit a tudásunk szerint tudunk, és ne csak úgy föllépjünk a pályára, hogy itt vagyunk és kész. Mi volt ma az erősségetek? Én úgy gondolom, hogy a nyitásaink, amik átmentek, azok nagyon erősek voltak, azokat nem igazán tudták fogadni, az ütéseink szintén, valamint néha okos támadásokba ejtettünk egy-egy labdát, amire nem voltak felkészülve, így a meglepetés erejével kijátszottuk ezt. A lányok a nap másik két mérkőzésén előbb egy szorosabb, majd egy sima vereséget szenvedtek. A folytatás november 24-én vár a csapatra, amikor a Mozdulj ESE budapesti otthonában lépnek pályára. Két arany, egy ezüst és két bronzérmet nyertek a magyar serdülők és újoncok a pilzeni nemzetközi utánpótlás asztali tenisz bajnokságon. Az Európai Asztali Tenisz Szövetség korosztályos versenysorozatának csehországi állomásán egyesben és vegyes párosban is asztalhoz lépett Szabó Lénárt. A bajai válogatott az U15-ös fiúk versenyében egészen a döntőig menetelt, ahol végül 3-1-re alul maradt svéd ellenfelével szemben. A serdülők vegyes páros számában Szögi Szonnyával nem találtak legyőzőre. A fináléban 5 játszmában nyertek a német-román duó ellen, ezzel megszerezték az aranyérmet. Főpíreink következnek most röviden. Klímaváltozás, kreatív turizmus és bor. Nemesnád udvaron folytatódott a magyar-szerb együttműködés. Idősek városi születi bálja. Idén is nagy érdeklődés övezte az őszi rendezvényt. Megvan az első győzelem. Pályán a Sugovica Sportiskola ESE röpisei. Kedves nézőink, hétfő esti híradónk végén hátra van még az időjárás és vízállás jelentés friss összeállítással. Holnap este 6 órakor Füzesi Nóra várja majd önöket. Én a műsort készítő kollégák nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Kedden többnyire derült napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nem lesz. A délkeleti déli szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és plusz 7 fok között alakul, de a szélvédett hidegre hajlamos helyeken több fokkal hűvösebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 16 és 21 fok között alakul.